Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket itt a Hungária Televízió Parastúdiójába. Az elmúlt adáson már említettem, hogy mi tulajdonképpen nem csak az irodalmi parasztbecsületre gondoltunk, hanem arra is, hogy valójában tényleg nagy gond van a magyar közgondolkodásban, ahol a parasztokat megpróbálják lejáratni. Mi arra gondoltunk a Parastúdióval, hogy egy kicsit ezt a parasztbecsületet helyreállítjuk. Most természetesen itt a fővárosban azért nem csak vidéki embereket szólítunk meg, hanem olyanokat is, akik nagyon erőteljesen foglalkoznak egy-egy speciális területével, a magyar élet egy-egy speciális részletével. A mai alkalommal két komoly vendégünk van, Bai László a civil háttér képviseletében, és Bartal András a MÖM, vagyis a Magyar Önvédelmi Mozgalom képviseletében. Én megpróbálok benneteket, mind a kettőtöket nem baj, ugye, hogy tegezlek, mert ismerjük azért egymást, a gyermekvédelem kapcsán faggatni, és ugye az a fő kérdés, hogy a gyermekvédelem, ami ma Magyarországon működik, vagy a gyermekvédelem kisiklatása. Jó pár hónapja kezdett el a Magyar Önvédelmi Mozgalom foglalkozni magával az aladárüggyel, és ezzel együtt kezdtünk el foglalkozni, mert nyilván ez benne foglaltatik magával a gyermekvédelemmel is. Az aladár ügye azért gondolom, hogy speciális, mert gyakorlatilag maga a gyújtó pontja ennek az úgynevezett gyermekrablásnak az nem Magyarországon történt, hanem Spanyolországban történt. Tehát Spanyolországból rabolták el ezt a gyermeket, úgy hívják, hogy acél aladár, és 7,5 évesen a biológiai apja, ezt egyébként gyorsan el is mondom, hogy miért nevezik biológiai apjának. Én egyébként nem is nagyon értettem pontosan ezt a fogalmat. Azért biológiai apja, mert amikor ez a gyermek megszületett, ő akkor születése után egy pár héttel lepattant ugye az édesanyjától, és ott hagyta a gyermeket a nyakán. És onnantól kezdve soha többet, egyetlen egyszer sem látta ezt a gyermeket, soha az életébe nem simogatta meg, soha életébe semmilyen ajándékot, sem születésnapjára, sem karácsonyra soha nem adott neki. Ezzel együtt a magyar bíróság kimondta azt az édesanyjának, jogerősen, hogy kizárólag nála van a gyermek felügyeleti joga, és nála van a gyermek elviteli joga, tehát kizárólagosan. Ezzel együtt a magyar bíróság felszólította ezt a személyt, Acél Ádámot, tehát a biológia apját, hogy köszöntse meg a gyermekét, ugyanis soha nem tette ezt meg, Acél Ádám ennek a kötelességének sem tett egyébként eleget. Ezzel együtt mégis megtörténhetett az Magyarországon, hogy ezt a gyermeket jogilag próbálják úgy palástolni, hogy minthogyha ez jogilag teljesen releváns lenne, tehát ez teljesen megtörténhetett jogilag. Pedig nem. Óriási hiányosságok vannak benne. Bocsáss meg, most a gyermek kinél van? Most sajnos ebben a pillanatban is a gyermek rablónál van egyébként. Tehát a biológiai apa valamilyen úton, módon ezt a gyermeket elrabolta. Erről halljon pár gondolatot, igen, hogy hogy történhetett ez meg? Igen, úgy történhetett ez meg, hogy egy hamis okiratot állított be az igazságügyi minisztériumba, az, hogy nála van, tehát gyakorlatilag finoman szólva is hazudott egy olyan okiratban, amivel kijelentette, hogy nála van a gyermek elhelyezve. Ezáltal intézkedésbe kezdett az igazságügyi minisztériumon keresztül a hatóság, és felszólította a spanyol hatóságot, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy ezt a gyermeket, Acél Aladárt, ott kiérkező, hát egyrészt ugye a spanyol hatóság ragadja ki a családból, és adja át, egyébként azt mondom, hogy ez nagyon fontos ezt megjegyezni, hogy ez le volt úgymond minden zsírozva, és Spanyolországba kiérkezett a biológia apa autóval. És ott várta már azt, hogy a spanyol hatóságok intézkedjenek, ragadják ki a gyermeket a családból, és adják át neki. Na most azt kell tudni, hogy ott abban a pillanatban, mivel hogy úgy hívják, hogy szertifikáció, tehát volt egy spanyol-angol nyelvű okirat,
hogy a gyermek jogerős bírósági ítélet alapján az édesanyánál van elhelyezve, sőt, ugye, mint ahogy mondtam, gyermek elviteli joga sincsen a biológia apjának. Ezzel együtt megállt egyébként a történet ott kint Spanyolországba, mert ezt a szertifikációt ugye a spanyol hatóságoknak ugye átadták, ők azonnal telefonáltak a bíróságra, hogy itt valami nem stimmel, de mivel, hogy az igazságügyi minisztérium utasítása, ugye ez egy magasabb rendű, tehát őnekik azt kell ugye követni, ezért 2 óráig egyébként állt, tanakodtak, és utána pedig kiragadták ezt a gyermeket a szerető ugye szüleinek a karjából, az ágyából, és gyakorlatilag pizsamába, cipő és papucs nélkül bedobták ebbe az autóba, amivel a biológia apja megérkezett egyébként az egyik barátjával Spanyolországba, és onnan érkezett ugye Magyarországra 3000 kilométeren keresztül ugye Budapestre, az ő saját lakhelyére. Az egésznek a különlegessége az az volt, és ezt soha senki sem vitatta, és még maga egyébként Acél Ádám se, a jogi képviselője, a semmi egyik rendőrség sem, bíróság, ügyészség sem érvelt avval, amivel a szülők érveltek, hogy a gyermeknek, amiután, mert onnan kell számolni, nem a spanyolországi ugye, jogviszonyt, hanem amikor már Magyarországra beérkezett ugye maga Acél Ádám és a gyermek, ugye az december 1-én történt, tehát december 1-én, 2-án, 3-án és 4-én nem volt gyermek felügyeleti joga, és nem volt gyermek elviteli joga. Nem, tehát ez jogilag, ez pontosan annyira, hogy a szülők, tehát a nevelőapuka és az édesanya bementek a különböző hivatalokba, és hivatalos formába lekérték ezeket az okiratokat, és ott is december 2-a, 3-ai dátumozással ott volt, hogy kizárólagos elviteli joga és kizárólagos gyermekfelügyeleti joga csak Juhász Bauer Bernadettnek van. Ezzel együtt Acél Ádám mégis a gyermeket magánál tartotta, fogva és rejtve tartotta. Nézd, hát az édesanyja ebben a szituációban, és a gyermek is természetesen szenvedő fél, én ezt világosan látom, de azt is világosan látom, hogy az intézmények között valahogy nincs harmónia. Tehát mi az, hogy az igazságügyi minisztérium nem tájékozódik, hogy kinél van a gyermek elhelyezési jog? Ez egy olyan szintű hiba az én meglátásom szerint, ami szinte elképzelhetetlen. Hát azért egy minisztérium nem egy sarki közért, ahol lehet valami apróbb hibát elkövetni, és ez nem egy apróbb hiba. Itt egy olyan szintű hiba történt, hogy itt szerintem a minisztériumban fejeknek kellene, hogy hújjanak, ha már az igazságot akarjuk tényleg megvizsgálni. Főszerkesztőről elmondta egyébként most az imént, hogy ez valami tévedés is lehet ebbe, sajnos nem tévedés, óriási visszaélések vannak. Csak egyet szeretnék ezekből a visszaélésekből elmondani. Akkor miután aztán már jogerősen a biológia apjának ítélte meg a bíróság Acél Aladárt, nyilván a per az ment tovább, és akkor történt egy olyan, hogy megállapodott a bírósággal, ugye a biológia apa és az édesanyja abban a tekintetben, hogy ezt a gyermeket ugye a kapcsolattartás révén Fonyódon ugye történik majd meg ez a kapcsolattartás. Erre a kapcsolattartásra 12-ből 12-szer nem ment el a biológia apja, és nem vitte el ezáltal magával a kisfiút, Acél Aladárt. Ez erről minden esetben rendőrségi jelentés készült. Tehát 12 jelentés készült, amit a bíróság, jelen esetben a Budai Központi Bíróság bírója Csányi Beatrix nem volt hajlandó figyelembe venni, és a indoklásában azt írta bele, hogy 12-szer nem jelent meg az édesanyja a kapcsolattartáson. Ez nem véletlen, úgy gondolom, és ez egy törvényes visszaélés. Van az a pénz.
Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a kisfiú, ami a helyzetben most van, tulajdonképpen az igazságügyi szakértői véleményt abszolút nem veszik figyelembe, holott az igazságügyi szakértői vélemény kimondja, hogy a gyerek, hogyha ebben a helyzetben benne marad, akkor súlyos károsodás várható a kisfiúval kapcsolatban. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy mikor a biológiai apa hazahozta Magyarországra egy hamis nyilatkozattal, tulajdonképpen számos bűncselekményt követett el. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő hiába kapott egy olyan jogerős végzést, hogy nála lehet a gyerek, de valójában a gyermek veszélyeztetés attól a pillanattól kezdve, hogy ő hamis nyilatkozattal hazahozta, az fennáll. Tehát ez a gyermek veszélyeztetés, ez folytonos. Ami azt jelenti, hogy felülírja a végzést, és magával húzza a többi bűncselekményt. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy okafogyottá vált a végzés, hiszen ő egy olyan bűncselekmény sorozatot hajtott végre, ami alapján a rendőrségnek már régen elő kellett volna állítani ezt az embert. De nem tették meg, hanem gyakorlatilag most úgy tesznek, mint hogyha ez a kisfiú egy egészséges kisfiú lenne, iskolába járatják, és a látszatot akarják fenntartani, holott a szakértői vélemény egyértelműen fogalmaz. Ez a gyermekvédelem Magyarországon, ez tényleg így néz ki, ez ilyen? Valóban így van, és visszatérve az igazságügyi minisztériumhoz, arról van szó, hogy törvény kötelezi rá arra, hogy utána járjon ezeknek a dolgoknak. Tehát, hogy ők szándékosan nem vizsgálták azt a okiratot, amivel a biológiai apa kiment Spanyolországba. Tehát ez egyik része. A másik része az, hogy azt kell megérteni a gyermekvédelmi rendszerben, hogy maga a gyermekvédelmi rendszer az gyakorlatilag egy védekezés, úgymond védekezési szempontból jött létre. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeket nem csak, hogy minél előbb vissza kell emelni a családokba, hanem hogy maga a kihelyezés is. Tehát az, hogy kikerüljön a családból, meg kell akadályozni. Tehát ugyanígy jöttek létre egyébként a gyermekjóléti szolgálatok is. Na most azt tapasztaljuk, és a szülők elmondásai alapján is az történik, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy maga a rendszer az, aki akadályozza a gyermekvédelmi rendszert. Tehát bármennyire is rosszul hangzik, mivel hogy alapjába véve itt egy olyan összetett dologról van szó, hogy itt összefügg minden mindennel. Hiszen a maga a gyermekvédelmi rendszernek elvárásai vannak a szülővel szemben. Tehát az azt jelenti, hogy maga a szülőnek tudnia kell, hogy hány négyzetméteren él, milyen jövedelme van. És akkor itt sorolhatnám ezeket a szempontokat. Visszafelé maga az állam ezeket a fajta kötelezettségeket nem teljesíti, vagy részben teljesíti. És itt kitérek például a közmunka program jövedelmére. Hiszen hogyha egy gyereket kiragadnak egy családból, és mondjuk egy faluhelyen lévő szülő bemegy az önkormányzathoz dolgozni, 89 ezer forintból él. Akkor itt ilyenkor felvetődik az a kérdés, hogy azt a gyereket hogyan látja el a szülő. Tehát, és akkor ugorhatunk egy szintet például a minimálbér összegére is. Tehát ezek az összegek, ezek kevesek. Tehát maga az állam elvár valamit a szülőtől, hogy gyakorlatilag dolgozzon, és a szerencsétlen dolgozik, mert dolgozik. De viszont nem kapja meg az államtól azt a fajta jövedelmet, ami alapján gyakorlatilag ő tudná teljesíteni azokat a kötelezettségeket, amit a gyermekvédelmi rendszer elvár. És itt kezdődnek a problémák. Én azt gondolom, hogy ezen változtatni kell. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a nemzetegyesítő mozgalom elég régóta foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, ugyanis itt egy alapvető probléma van. Ma itt, amikor ezen az utcafórumon nyilatkoztam, akkor többször el is mondtam, hogy a legnagyobb probléma az állam mindezt az alacsony tartott jövedelmi szintet azért produkálja, hogy vonzza be az idegen tőkét, a külföldi tőkét, mert valami miatt, én nem tudom, hogy milyen közgazdasági szakemberek ülnek ott, és kik adnak tanácsot ennek a kormánynak, de én el vagyok külvált, én nem vagyok közgazdász, de józan paraszti észre meg lehet azt ítélni, hogy minél több
idegen tőke érkezik be Magyarországra, annál több profitot visznek ki, tehát a magyar munkaerő által megtermelt profit 90-95%-a megy ki az országból, és nem marad itt. Ráadásul ezeknek a külföldi cégeknek rendszeresen adnak adókedvezményt, adnak különböző összegeket, hogyha alkalmaznak dolgozókat, tehát ez a munkahelytámogatás, és ezt nem a kis és középvállalkozók kapják elsősorban, hanem a nagy multik, akik tulajdonképpen nem is lennének erre rászorulva, de az, hogy amit te mondtál most az előbb, hogy egy nagyon alacsony jövedelemből nem lehet eltartani, és ebbe tökéletesen igazad van, egy családot, nem lehet eltartani egy gyermeket, hát még a szülő számára is kevés ez a 81-2000 forint, nem, hogy kettejük számára. Ez a magyar állam szégyene. És azt kell világosan látnunk, és én ezt értem, amit elmondtál, hogy valóban igaza van magának a hatóságnak, tehát a gyermekvédelmi hatóságnak igaza van, hogy kell egyfajta jövedelem ahhoz, hogy a gyereket valaki el tudja látni. Ezt el kell, hogy fogadjuk. Na de ha maga az állam az, aki nem biztosítja ezt, meg kell nézni, hogy milyen jövedelmi szintek vannak most a V4 országaiba. És hagyjuk is Csehországot, mert a csehek azok megelőztek bennünket, még a birodalomváltás, rendszerváltásnak hívják, de hát én ezt csak birodalomváltásnak mondom. Korábban a cseheknek volt 7-8% előnyük. Ma 70% előnyük van. De a szlovákok, a lengyelek, az összes balti állam megelőzött bennünket, Szlovénia megelőzött bennünket. Tehát ez egyszerűen döbbenet. És ezt a magyar kormányzat nem veszi észre. De ne sarkítsuk ki csak a jövedelemre ezt, mert nem csak ugye az egyház hirdeti, hogy nem csak kenyérrel él az ember. És valóban erről van szó. Itt az anyai szeretet, az mindennél többet jelent. Tehát, hogyha nem állunk ki amellett, és szerencsére a magyar bíróság kiállt, hiszen az anyának adta meg a jogot, és nem az apának, itt egy csalás történt. Ezt az embert, ezt az Acél Ádámot büntetőjogilag felelősségre kellene vonni. Erről, hogy ez elindult, vagy nem, erről mit tudtak? Erről beszéljünk akkor. Én tovább vinném ezt a jövedelmes szintet, méghozzá olyan szintre, hogy ezt maga az állam egyébként szándékosan generálja. Tehát a szegénységet tulajdonképpen szinten tartja. Márpedig ez azért van, hogy a gyerek kiemelhető legyen a családból, a rendszerből, és ez jól látható egyébként a KSH számokon is. Én utána néztem, és ugye a babák várakozása várnak a kórházakban. Ennek oka van. Szegénység van. Méghozzá nem kicsit, hanem nagyon. Tehát ezt akarom ezzel mondani, és alapjában véve azt is látjuk egyébként, hogy maga a szegény ember megvezethető, tehát irányítható, és tulajdonképpen is itt rámennék a szavazásokra is. Tehát ez, hogy maga a kormány, ez tudatosan a rendszert nyomja, ez egy tudatosság. Tehát azt kell, hogy mondjam. Ami nagyon fontos üzenete van ennek az egész aladárügynek, hogy a kormány részéről, itt a rendszer részéről gyakorlatilag, hogy mi azt csinálunk, amit akarunk. És ez nincs ez így jól. Hiszen az igazságszolgáltatás maga a szülő az, aki tulajdonképpen képviseli. Hiszen kiáll, hiába van egy szakértői vélemény, ami kimondja azt, hogy a gyerek veszélyeztetve van, és most már olyan szinten van, hogy én azt mondom, hogy ez egy krízis helyzet áll fent, hiszen a gyerek egy kapcsolattartóin összefirkálja a nevelő édesapjának a fényképét, letagadja a testvérét. Tehát van egyfajta ellennevelés is, és én azt gondolom, hogy maga a gyámhatóság, illetve nagyon nagy hibát követel azzal, hogy ezeket nem veszi figyelembe, és nem emeli ki azt a gyermeket abból a helyzetből, amiben van. Látszólag nem idevaló kérdés, tehát mi a véleményed, hogy miért él Spanyolországban az édesanyja? Talán azért, mert itthon nem
tudta megfelelő módon ellátni a gyermeket, tehát ez túl alacsony volt ez a jövedelem, amiről beszélünk, és Spanyolországban pedig ez lényegesen magasabb? A biológiai apa tulajdonképpen a gyerekkel való kapcsolatot teljesen megszüntette, hiszen lemondott róla, tehát ő nem is akarta gyerekkel foglalkozni. Ennek vannak előzményei, mégpedig az, hogy maga a biológiai apa tulajdonképpen egyfajta bosszúállás az az egész. Van egy hangfelvétel, ahol el is hangzik, hogy ha megszületik a gyerek, akkor ő vissza fogja szerezni azt a gyermeket. És ugye, hogy lemondott a gyerekről, az édesanyja, illetve a mostani nevelőapával kiköltöztek Spanyolországba. Nem hinném, hogy a jövedelem miatt, egyszerűen arról van szó, hogy így döntöttek, és innentől kezdve pedig elindult egyfajta kárvárja ezzel kapcsolatban. Tehát nem a jövedelem az szerintem. Nekem az a véleményem, hogy nem a jövedelem miatt mentek ki. Szerintem egy helyzet adódott, és ez miatt a helyzet miatt mentek ki. Szerintem nem volt bennük ilyen. Egyébként nagyon együttműködő családról beszélünk, tehát ők tartották valamilyen szinten a biológiai apával a kapcsolatot, hiszen fel is ajánlották, hogy Spanyolországba menjen ki egész nyugodtan. Tehát ők nem zárkoztak el az elől, hogy a gyereket ő ne lássa, még akkor is, hogyha meggondolta magát, mert nyilván most arról beszélünk, tehát hogy eltelt jó pár év, és ő úgy gondolta, hogy mégiscsak akarja azt a gyermeket. De én azt mondom, hogy milyen apa az, aki úgy ismerkedik meg, hogy egy fél országon keresztül, vagy nem tudom hány országon keresztül elrabolja a gyermekét, majd itthon fogva tartva akarja megismerni a gyereket. Tehát ezen el kellene gondolkozni. De abban nincs vita, úgy gondolom, kedves nézőink, hogy itt egy bűncselekmény, sőt több bűncselekmény történt. Kíváncsian várjuk azt, hogy mit fog lépni a magyar hatóság. Én magával a gyámhivatallal kapcsolatban nagyon pesszimista vagyok. Nekem elég sok olyan történet jutott a fülembe, ahol a gyámhatóság szereptévesztésben volt, és nagyon sok olyan döntést hozott, amit nagyon nem kellett volna meghozni, mert nem a gyermek érdekét szolgálta. Ugyan és uraim, ezekről a problémákról nagyon hosszasan tudnánk mi beszélni, de azt gondolom, hogy ennyi is elegendő ahhoz, hogy világosan lássuk, hogy Magyarországon ma komoly gondok vannak, és valójában ugye ez a gyermekvédelem, ez nem csak hogy a gyermekvédelem kisiklatása, ami itt történik, hanem félek, hogy ez a gyermekrablónak a pátyolgatása, ha nem sikerül itt rövidesen a hatóságoknak komoly lépéseket tenni. Nos, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, ha ezt megnézték, ezt a kis szösszenetet, amit tulajdonképpen a gyermekrablás kapcsán követtünk el. De itt a végén, hadd döntsem ki én is a szívemet, ugye meghirdettünk október 20-ára az állítólagos demokrácia térre egy komoly rendezvényt az önrendelkezési jogunk kapcsán, és most derül ki, hogy bár a rendőrség úgy fogadta el a bejelentésünket, hogy az a demokrácia tér, ahol Andrássy Gyula szobra, lovas szobra áll, de közben kiderült, hogy ilyen tér nincs is. Ez valójában a Kossuth térhez tartozó rész, tehát ez van a miniszterelnöki hivatal és az országgyűlés között, tehát az Andrássy Gyula szobránál mindenkit sok-sok szeretettel várunk október 20-án, a Nem Demokrácia téren 14 órától, azért, hogy kiálljunk a szuverenitásunk, az önrendelkezési jogunk mellett. Minden mindennel összefügg, én nagyon szépen köszönöm Bai Lászlónak és Bartal András barátomnak, hogy eljöttek. Nagyon köszönöm, hogy segítettek egy kicsit tisztán látni bennünket, különösen az Aladár ügyben, de egyébként is a gyermekvédelem ügyében, és arra kérem önöket, hogyha lehetséges, osszák meg ezt a felvételt, és jusson el mindenhova, mondják el mindenkinek, hogy ez a demokrácia tér csak azért került be eddig a reklámunkba, mert a rendőrség ezzel a névvel fogadta el a bejelentést, holott nincs is ilyen tér, hogy demokrácia tér. Isten áldja önöket, viszontlátásra!